Jó estét kívánok! Önök a hírös híreket látják hétfőn este 19 órakor élőben. A híradó elején megmutatjuk a legfontosabb témákat röviden. A kommunizmus áldozataira emlékeztek Kecskeméten ma délután a kommunizmus áldozatai emlékműnél. Parókiává emelte Kocsis Fülöp érsek metropolita a kecskeméti görög katolikus szervezőlelkészséget, Fecák László atyát pedig parókussá nevezte ki. Gyilkosság történt Kecskeméten vasárnap éjszaka, ivó cimboráját verhette agyon egy Mária városi lakos. A kommunizmus áldozataira emlékeztek a kommunizmus áldozatai emlékműnél hétfőn délután. Az eseményen emlékező beszédet mondott dr. Latorcai Csaba, az Emberi Erőforrások Minisztériumának közigazgatási államtitkára. A Keresztény Demokrata Néppárt kecskeméti szervezetének programján megjelentek az önkormányzati képviselők és a pártok helyi képviselői is, hogy gyertyagyújtással emlékezzenek meg az áldozatokról. Az esemény előtt tudósított kollégánk Harkai György. 2000-ben szavazta meg a Magyar Köztársaság Országgyűlése, hogy február 25-ét a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapjává nyilvánítja, és ilyenkor országszerte mindenütt emlékezések vannak, gyertyákat gyújtanak és virágokat helyeznek el az emlékműveknél, így lesz az itt Kecskeméten is. Emlékező beszédet fog mondani itt a helyszínen dr. Latorcai Csaba, aki az Emberi Erőforrások Minisztériumának közigazgatási államtitkára. Üdvözlöm! Miért fontos megemlékeznünk ezekről az áldozatokról? Magyarországon sok százezer honfitársunk vált a kommunizmus áldozatává, a szó szoros és képletes értelmében is. Több tízezren életüket adták a kommunizmus ellen, és több százezer honfitársunknak pedig az élete ment tönkre. Félbemaradt életpályák, megnyomorított családok kövezték a kommunizmusnak az útját, és mi magunk, magyarok, a szabadságharcunkban 1956-ban elsőként keltünk föl a kommunizmus ellen. Emlékezni kell erre, hogy soha többet ilyen ne fordulhasson elő, a kommunizmus soha többet ne érhesse el Magyarországot. Magyarország kormánya számos intézkedést is hozott az emléknapon felül a kommunizmus áldozataira megemlékezendő, talán a legfontosabban még köztünk lévő áldozatok rehabilitációs, politikai rehabilitációs ellátásának megnövelése 2017-ben és 2018-ban, ezzel is kifejezve elismerésünket a túlélők és az áldozatok irányába, és ezen felül pedig számos szimbolikus helyszín, mint a Recski kényszermunkatábor helye, a Ceglédi huszárlaktanya, ami Magyarország legnagyobb szovjet lágere volt, valamint a kistarcsai internáló tábort is emlékhelyé kívánjuk alakítani, hogy a mai fiatalok láthassák, hogy hol raboskodtak, hol szenvedtek honfitársaink tízezrei. És mi volt a kiinduló pont, kinek az emlékére lett február 25-e emléknap? Ezen a napon hurcolták el a szovjetek mindenfajta ítélet nélkül orvul rátámadva Kovács Bélát, a Kisgazdapárt főtitkárát. Erre emlékezünk, ez egy olyan szimbolikus tett volt, a szuverén Magyarországot megsértve a szovjet hatóságok elhurcoltak egy országgyűlési képviselőt, hogy erre emlékezünk. Ma is ugyanolyan fontos a szuverenitásunk megőrzése, erre is gondolnunk kell ezen a napon. Köszönöm szépen. Én pedig azt gondolom, hogy kifejezetten fontos feladatunk, hogy ezekre az emberekre méltón megemlékezünk, és ezt így tesszük mi is itt Kecskeméten. Parókiává emelte Kocsis Fülöp érsek metropolita kecskeméti görögkatolikus szervező lelkészséget, Fecák László atyát pedig parókussá nevezte ki. A vasárnapi beiktatási ceremónián a kecskeméti testvéregyházak vezetői is megáldották az új parókust. Kérem Krisztus Urunkat, aki maga vezeti és építi egyházát, szent lelke kiáradásával küldje az új parókia lelkiatyjára és híveire
a mennyei atya bőséges áldását. Parókiai rangra emelkedett a kecskeméti görög katolikus szervezőlelkészség, melynek első parókusát, Fecák László eddigi szervezőlelkészt, a vasárnapi szent liturgia során iktatta be Kocsis Fülöp atya, a hajdúdorogi főegyházmegye érsek metropolitája. Ez a közösség már, tehát sok éve szó van arról, hogy akár megérett arra, hogy önálló parókia legyen, teljes mértékben ellátják a parókus, vagy szóval itt tud élni egy parókus a családjával együtt, például ez egy fontos szempont. A szertartások nem csak a vasárnapiak, hanem a hétköznapi szertartások is meg vannak tartva. Saját helyük van, saját szent helyük, szentélyük van ebben a kis kápolnában. A kecskeméti görög katolikusok nemrég ünnepelték a szervezőlelkészség megalakulásának 10. jubileumát. Mára a közösség megerősödött annyira, hogy a parókiai címet kiérdemelje. Kecskeméten nagyon sok görögkatolikus jött, illetve az itteni közösségben sok olyan hívő is van, aki korábban talán nem volt görögkatolikus, vagy nem is volt katolikus, nem is volt keresztény, de úgy fölismerte, hogy az Isten egyház, amit Krisztus itt van, és érdemes hozzátartozni. Kecskeméten kiemelkedő az ökumenikus együttműködés. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy az új parókust Kis János evangélikus igazgatólelkész és Kuti József református elnöklelkész is megáldotta. Köszönettel tartozunk a testvéregyházaknak is, akik szintén támogattak ebbe bennünket, és mindazoknak a jó szándékú embereknek, akik szerették volna, hogy itt Kecskeméten görögkatolikusok legyenek, görögkatolikusok megmutassák munkat, és részeivé válhassunk az egész városnak, és különösen nagy szeretettel köszönöm meg a támogatását a város önkormányzatának. A hajdúdorogi főegyházmegye körülbelül 60 görögkatolikus közösségből áll. Nem a kecskeméti az egyetlen, amely idén vált parókiává. A cím jelentősége, hogy újabb lendületet ad a közösségeknek a továbbfejlődéshez. A kecskeméti görög katolikusok számára a következő nagy állomás remélhetőleg egy saját templom lesz. Ivó cimboráját verhette agyon egy máriavárosi lakos. Vasárnap az éjszakai órákban a Fürdő utca egyik családi házában történt a gyilkosság. A Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányság emberölés miatt indított nyomozást. Az elkövetőt elfogták, beismerő vallomást tett. Ebben az utcában történt gyilkosság vasárnap éjszaka. A kecskeméti Fürdő utcában jövésmenésre és villogó szirénákra ébredtek a lakók. A helyszínen több szomszéd is úgy nyilatkozott, hogy gyakoriak voltak az italozások a házban, amit az elkövető albérlő szívességből használhatott. Az egyik idős hölgy elmondta, este 11 óra felé értek haza, és nem is tudták megközelíteni a házukat a rendőrautóktól és a mentőtől. Férjével csak annyit láttak, hogy valakit megmotoznak a rendőrök. Állítólag az elkövető egy időben biztonsági őrként is dolgozott az uszodában és egy bevásárlóközpontban. Egy másik hölgy csak annyit mondott, hogy a redőnyön keresztül látta az autókat az utcán, de nem mert kimenni megnézni, hogy mi történt. Kiderült, hogy az egyik házban valaki leütötte az Ivó cimboráját, aki belehalt a sérüléseibe. Az egyik kecskeméti családi házban vasárnap az éjszakai órákban holtan találtak egy 50 éves férfit, akit a halott szemle, illetve a helyszín szemle adatai alapján megöltek. A bűncselekmény elkövetésével az áldozat egyik ismerőse, egy 64 éves férfi gyanúsítható. Az elkövető a kihallgatásán beismerő vallomást tett. Úgy tudjuk, hogy többször fejbeverte az áldozatot egy tárggyal, amin megtalálhatóak az új lenyomatai. A rendőrök őrizetbe vették, és előterjesztést tettek a férfi letartóztatásának indítványozására. Borzalmas baleset történt Kunszállás tanyasi külterületén szombaton. Két emberre dőlt rá egy tanyaépület fala, majd rájuk szakadt a födém is. Egyikük a kórházba szállítást követően életét vesztette. Lezárt épület, törmelékek a földön. Ez a kép fogadta kollégánkat, amikor megérkezett Kunszállás egyik tanyájára. Az épület fala dőlt rá két emberre, majd a födém is beszakadt. Szinte betemette a két ott dolgozót az összeomló épület. A kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók a ház alátámasztásával szabadították ki a beszorult embereket, majd az egységek lebontották az épület meggyengült részeit. Mind a kettőjüket élve, de életveszélyes sérülésekkel szállították be a Bács-Kiskun megyei kórházba. Az egyik férfi tegnap feladta a küzdelmet, és a kórházban elhunyt.
Újságírónk megtudta, hogy a tragédia halálos áldozata korábban körzeti megbízott volt a településen. 1000 négyzetméteres raktárépület lángolt szombaton reggel Izsák külterületén. A hatalmas lángok és a nagy terjedelmi füst miatt 4 településről, Szabadszállásról, Kiskörösről, Soltról és Kecskemétről riasztották a tűzoltókat. A csarnokban gumitörmelék és ragasztó égett. Szombaton reggel 6 óra 45 perckor érkezett meg a riasztás a katasztrófavédelemhez. A lánglovagok ezt követően 4 óra alatt a helyszínre érkeztek, és 5 vízsugárral körülbelül 1 óra alatt megfékezték a tüzet. Emberélet szerencsére nem volt veszélyben, az épület teljesen kiégett, a keletkezett anyagi kár jelentős. A lángok elfolytását követően a katasztrófavédelem szakemberei még több órán keresztül vizsgálták a helyszínt. Azt, hogy mitől kaphatott lángra az épület, még nem lehet tudni. Körülbelül 120-an emlékeztek meg a 10 évvel ezelőtti tatárszentgyörgyi roma gyilkosság áldozatairól az elhunytak sírjánál szombaton délben. A rendezvényen részt vettek az életben maradt családtagok is. 10 év telt el azóta, hogy egy szélsőséges csoport tagjai felgyújtottak egy tatárszentgyörgyi házat. A benne lakó 27 éves férfit és 5 éves kisfiát az égő épület udvarán menekülés közben sörétes puskával agyonlőtték, a lánygyermekét pedig súlyosan megsebesítették. A jubileumi főhajtást a tragikus esemény után megalakult Roma Emlékbizottság szervezte az ide tartozom egyesület támogatásával. A szónokok hangsúlyozták, bár a gyilkosság egyértelműen rasszista indítatású volt és szándékos provokáció, a romák mindmáig igyekeznek megmutatni, hogy nem hagynak teret az uszításnak. Csorba Róbert és kisfia Robika emléke előtt tisztelegve hangsúlyozták, minden magyarnak tartozzon bármilyen nemzetiséghez, kötelessége a másik iránti tisztelet ápolása. A szónoklatokban többször hangsúlyozták, még mindig hiányzik az igazi roma összefogás minden téren, ami tovább nehezíti a nemzetiség integrációját és elfogadtatását. A gyászolók a megemlékezés elején helyezték el koszorúikat Csorba Róbert és kisfia Robika sírjánál, majd ezt követték a helyszíni beszédek és előadások. A sírnál több mint 100-an helyezték el az emlékezés gyertyáit és virágait. Csorbáni Erzsébet, az áldozat felesége, a támadás túlélő gyermekeivel együtt a helyszínen volt, bár a program szerint ő is elmondta volna gondolatait, ám az emlékek súlya miatt végül nem vállalta, hogy szónoklattal álljon az egybegyűltek elé. Stábunknak azonban elmondta, bár rengeteg segítséget kaptak, elhunyt családtagjaikat már semmi nem hozhatja vissza, a gyászt mai napig nem tudják feldolgozni. A kézilabda és a sport kecskeméti története volt a témája annak a kerekasztal beszélgetésnek, amelyet szombaton tartottak a Cifrapalotában. A rendezvény középpontjában a 60 éves Bács-Kiskun megyei kézilabda szövetség állt. A cél a sportág történetének felidézése volt. A Cifrapalota díszterme adott otthont szombaton annak a rendhagyó eseménynek, amelyet a Bács-Kiskun megyei kézilabda szövetség 60. évfordulója alkalmából rendeztek meg. A szövetség által életre hívott kerekasztal beszélgetés sorozat első alkalmának célja az volt, hogy a megyei kézilabda sportág jeles szakemberei az írásban nem rögzített eseményeket, emlékeket élő szóban meg tudják osztani egymással. A kerekasztal beszélgetést Járdi Ádám, a Bács-Kiskun megyei kézilabda szövetség elnöke és Hajagos Csaba történész, a Kecskeméti Katona József Múzeum osztályvezetője koordinálták. Az eseményen jelen volt Tüske János, a megyei szövetség volt elnöke és főtitkára, Tókos György, szakedző, versenybizottság vezető, Kabók József, aki a Bács-Kiskun megyei kézilabda szövetség főtitkára, az MKS versenybizottsági tagja, valamint a szakmai bizottság tagja volt. Tiszteletét tette Györfi Pál is, aki 1966-tól 1972-ig a Kecskeméti NB2-es női kézilabda csapat edzője volt. A kiskunmajsai kézilabdázást Lakatos Tamás, a Kiskunmajsa kézilabda klub vezetője képviselte. A közel 2 órás eseményen felmerült témák közül kiemelten fontos a sportág fejlődésének tárgyalása, a spartakiád és úttörő olimpiák, mint az utánpótlás képzés alapjai, illetve a sportág felemelkedése 1956 után. Idén a 60 éves szövetség az emlékek és archívumok vizsgálata és összegyűjtése mellett szeretné minél színesebbé tenni a megjelenő kiadványait. Ezért a további kerekasztal beszélgetések alkalmával várja azok jelentkezését és megjelenését, akik az elmúlt 60 évben részesei voltak a megyei kézilabdázásnak.
Jótékonysági sportnapot tartott az Együtt a Kecskeméti Családokért közhasznú alapítvány szombaton a Gáspár András szakközépiskola tornatermében. A rendezvényből befolyt 325 ezer forintot az alapítvány egy nehéz helyzetben lévő ménteleki családnak ajánlja fel. Egészen kicsi gyerekek és felnőttek sportoltak együtt szombaton egy ménteleki családért. Csaba Tibor szklerózis multiplexel küzd, feleségénél pedig ritka izomsorvadásos betegséget diagnosztizáltak. Mindkét kór gyógyíthatatlan. Mindenről Koleszárikné német Beáta, az Együtt a Kecskeméti Családokért közhasznú alapítvány védőnője számolt be pénteki kiemelő című magazinunkban. Beáta ötlete volt, hogy a család javára az alapítvány sportnapot szervezzen. A Gáspár András szakközépiskola tornaterme adott helyet a rendezvénynek. Stábunk érkezésekor éppen Tapasztó Ági tartott fitball edzést. Az eseményen összegyűlt mintegy 325 ezer forintot, az alapítvány a családnak ajánlja fel, hogy egy nagy utasterű, automata sebváltós autót vásároljanak. A speciális gépjármű jelentősen megkönnyíti majd mindennapi életüket, az édesapa ugyanis betegsége miatt már csak ilyen autót vezethet. Feleségének kerekes székét pedig a hátsó utastérbe könnyedén be lehetne tolni. Batmannel, Törpapával, sőt még a Mikulással is találkozhattak a járőkelők vasárnap a Trizoli Jótifuti Egyesület farsangi jelmezes futásán. A Jótifutira ezúttal is bárki nevezhetett, fogyatékkal vagy anélkül élő, kerekesszékkel, rollerrel, görkorival vagy gyalog érkező. Felkészült sportolókat és amatőröket nemtől és kortól függetlenül egyaránt szívesen láttak. A vidám farsangi futást idén is a jótékonyság nevében rendezték meg Kecskemét utcáin. A csapata 0 km kőtől indult, a szakasz a Kodály Énekzenei iskoláig tartott, ahonnan a nevezők visszafutottak a rajthelyre. A nevezési díj 10 palacsinta volt, amelyeket a futás után a Palacsinta partin fogyasztottak közösen. Kuti Zoltán, a Trizoli Jótifuti Egyesület elnöke elmondta, ezúttal nem jöttek el annyian, mint szoktak, de a hangulat remek volt. Elárulta, hogy 2 éve gyűjtenek egy speciális, mozgássérülteknek kialakított úgynevezett stringhang bike-ra, amely egy 2 részből álló jármű. Egyik részét egy támogató segítségével már meg tudták szerezni, most az a cél, hogy a kerekes széket is megvásárolhassák. Felolvasást tartottak Vas Albert műveiből szombaton a Hírös Agola kulturális központban. A rendezvényt most is a Hírös Rovókör és a Hírös Olvasókör szervezte. 12 éve hagyomány a magyar laktat területeken, hogy egy időben és településenként egy helyszínen Vas Albert műveiből olvasnak fel. 2010 óta Kecskeméten a Hírös Rovókör és a Hírös Olvasókör szervezi a felolvasásokat. A te világodon kívül van még egy másik világ is, és ez az igazi világ. Vas Albert Te és a világ című könyvéből is hangoztak el részletek. De a szombati eseményen nem csupán műveket olvastak fel a résztvevők, hanem énekeltek is. A szervezők arra törekednek, hogy a folyamatosság fennmaradjon, nem számít, hogy hányan jönnek el az alkalmakra. Az eseményre pedig mindig sokan érkeznek, és nem volt ez másképp szombaton sem. A baráti kör célja, hogy Vas Albertnek emlékműve legyen Kecskeméten. Habár az erdélyi magyar írónak nincs kötődése a városhoz, minden magyar számára fontos örökséget hagyott hátra. Azt is megtudtuk az eseményen, hogy a kezdeti cél az volt, hogy Vas Albert kerüljön bele az irodalomórák tananyagába. Ehhez képest Hangyányi előrelépés, hogy ma már nem tilos őt tanítani az iskolákban. A 26. szülők nevelők bálját tartotta a Hosszú utcai óvoda nevelőtestülete szombaton este. A vendégfellépők előadók mellett a rendezvényen a Maci csoportos anyukák is előadták táncukat, de mesét is hallhatott a közönség, igaz, kicsit másképp. Dóka Pálné, a Hosszú utcai óvoda helyi vezetője nyitotta meg a 26. nevelők bálját, amelyre idén 221 fő jött el. Ez a szám azért is jelentős, mert a Hosszú utcai óvodában jelenleg 230 gyermek jár. Az óvoda vezetője csoportonként köszöntötte a szülőket, külön azokat, akik először jöttek el a bára, és azokat is, akiknek egykor járt az óviba a gyermekük, de a jó közösség miatt visszajárnak az intézmény rendezvényeire. A bált idén Szebeléd Ildikó óvónő szervezte. Az est folyamán modern táncos egyveleget adott elő a Follow Way tánc együttes, majd az egyik óvónő mesélt a szülőknek és a kollégáknak egy
pajzán mesét. Tavaly az édesapák táncoltak, most a maci csoportos anyukák készültek meglepetés tánccal, amelynek koreográfiáját a Kecskeméti City Ballet vezetője Barta Dóra és Szőlősi Krisztina táncművész tanították be. És ezek voltak a hírös hírek hétfőn este, most mutatjuk a legfontosabbakat még egyszer röviden. A kommunizmus áldozataira emlékeztek Kecskeméten ma délután a kommunizmus áldozatai emlékműnél. Az eseményen beszédet mondott dr. Latorcai Csaba közigazgatási államtitkár, de megjelentek az önkormányzati képviselők és a pártok helyi képviselői is. Parókiává emelte Kocsis Fülöp érsek metropolita a kecskeméti görög katolikus szervezőlelkészséget, Fecák László atyát pedig parókussá nevezte ki. A vasárnapi beiktatási ceremónián a kecskeméti testvéregyházak vezetői is megáldották az új parókust. Gyilkosság történt Kecskeméten vasárnap éjszaka, Ivó cimboráját verhette agyon egy Mária városi lakos. A rendőrök az elkövetőt elfogták, aki beismerő vallomást tett. Borzalmas baleset történt Kunszállás tanyasi külterületén szombaton. Rádőlt egy tanyaépület fala, és leszakadt a födém két emberre. Egyikük a kórházban életét vesztette. Ez volt a híradó, hamarosan folytatjuk a hírórát a kiemelővel, amelyben megmutatjuk, hogy milyen hangulat uralkodott pénteken este a már országos hírnevű kecskeméti ifjúsági bálon. Majd összeállítást láthatnak azokról a túrákról, amelyeket vasárnap szerveztek a hírösvárosban az idegenvezetők világnapja alkalmából. A stúdiónkba várjuk Szabó György Róbertet, Jakabszállás polgármesterét, aki részt vett azon az utazás kiállításon, amelyen idén Bács-Kiskun megye és Kecskemét kapta a kiemelt szerepet. Híreinket újra tudják nézni a hírportálunkon, a cím hírös.hu, vagy újra tudják nézni a híradó ismétlését 20 óra 30 perckor, 22 órakor éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és fél 9-kor. Valamennyi produkciót, így a híradót is a kecskeméti tv.hu weboldalon bármikor újra megtekinthetnek. Friss híradóval legközelebb holnap este 7 órakor várom Önöket, nézzenek minket akkor is. Most köszönöm a figyelmet, viszontlátásra! Kedden változóan felhős napos időnk lesz, és a szél is megélénkül majd időnként. Aki reggel indul útnak, az öltözön rétegesen, ugyanis hajnalban -1 fok várható. Azonban a hőmérséklet gyorsan emelkedik majd, és végül akár 13 fokot is mérhetünk délután. Szerdán is változékony lesz az idő, de délután már többet láthatjuk a napot. Csapadékra nem kell számítanunk. Hajnalban -1, délután 10 fok várható. Csütörtökön szinte zavartalan napsütésben lesz részünk, ami megteszi a hatását. A hajnali -3 fok után délután akár 16 fokig is felemelkedhet a hőmérő higanyszála. Azonban a kellemes napsütést az időnkénti erős széllökések zavarhatják meg, de aki teheti, délután tegyen egy nagy sétát a levegőn. Háromszáz éve, 1719. február 25-én született Oswald Gáspár, piarista építész. A rendbe 1749-ben lépett be. Ezt követően Németországban és Itáliában tökéletesítette tudását. Előbb szülőföldjén Morvaországban működött. Első nagyobb munkája a Nikolsburgi templom átalakítása volt.
Bécsben figyelt fel rá Migaci Kristóf váci püspök, aki annyira megkedvelte, hogy magával hozta Magyarországra, és a püspökség építészeti igazgatójává nevezte ki. Ezt a feladatát Oswald Gáspár közel 2 évtizeden át töltötte be. A klasszicizáló késő barokk stílusban dolgozott, mintegy 20 templom tervezése vagy építése fűződik a nevéhez. Az ő tervei alapján épült fel többek között a veszprémi templom és rendház, a berkenyei plébánia templom, a nógrádverőcei Migadzi kastély, a kalocsai érseki palota, a váci székesegyház és püspöki palota, valamint a kecskeméti nagy templom is. Jó estét kívánok, ahogy ígértem, folytatjuk a műsort a kiemelővel, amelyben megmutatjuk, hogy milyen hangulat uralkodott pénteken este a már országos hírnevű kecskeméti ifjúsági bálon, amire idén minden eddiginél többen látogattak el. És egy összeállítást láthatnak azokról a túrákról, amelyeket vasárnap szerveztek a híres városban az idegenvezetők világnapja alkalmából. Annyian vettek részt ezeken a sétákon, hogy még a túravezetők is meglepődtek. A hatalmas érdeklődésre való tekintettel segítséget kellett hívni. Így a végén 5 idegen vezetővel 240-en fedezték fel a híres várost. Végül a stúdiónkba várjuk Szabó György Robertet, Jakabszállás polgármesterét, aki részt vett azon az utazás kiállításon, amely idén Bács-Kiskun megye és Kecskemét kapta a kiemelt szerepet. A hétvégén 31 kiállító mutatta be megyénk ételeit, italait, kultúráját és értékeit. Érdemes lesz velünk tartani. Kezdünk! Minden eddiginél többen látogattak el idén a 4. Kecskeméti Ifjúsági Bára a Három Gunnár rendezvényházban pénteken este. Idén már több mint 250 fiatal bizonyította be, hogy a báli szezon minden korosztályt képes megmozgatni. Már belépéskor vidáman vették birtokba a fotófalat a fiatalok, akik a 4. Kecskeméti Ifjúsági Bára érkeztek a Három Gunnár rendezvényházba. A kecskeméti diákok ismét bebizonyították, hogy a báli hangulat összeegyeztethető az élénk vidám szórakozással. Az idei évben még több fiatal jelentkezett az ifjúsági bárra. A tavalyi évben olyan 200-220 fiatal, az idei évben már 250-260 fiatal van jelen itt az ifjúsági bálon. Úgyhogy mi úgy érezzük, hogy igény van a fiatalok körében a kultúrás szórakozásra és az ilyen jellegű rendezvényekre. Úgyhogy így városvezetőként is én úgy gondolom, mindent megpróbálunk annak érdekében megtenni, hogy az ilyen típusú rendezvények minél több legyen a városban, és minél jobb minőségű legyen, és természetesen, nem utolsó sorban, a kecskeméti fiatalok igényeihez leginkább passzoljon. Ezen kívül, amit kiemelnék még, hogy ugye nem csak Kecskemétről vannak jelen a mai nap folyamán, hanem másik 8 különböző településről látogattak el ide Kecskemétre, és ez azért is nagyon fontos, hiszen azt mutatja, hogy maga a rendezvény színvonala, illetve a Kecskeméti Gyermek és Ifjúsági Önkormányzatnak az ismeretségi rendszer az folyamatosan fejlődik, és ezáltal olyan más vendégvárosokat is vendégül tudunk itt látni Kecskeméten, amivel öregbíteni tudjuk a városunk hírnevét, illetve a fiatalok is egy nagyon jó élménnyel térhetnek haza. A fiatalok már az első pillanatoktól kezdve megmutatták, hogy jól érzik magukat. Hangos tapssal és üdvrivalgással köszöntötték Krasnyánszki Annát, a Kecskeméti Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat elnökét, aki széles mosolyjal köszönte meg azt a rengeteg ötletet és véleményt, amit a bál szervezéséhez kaptak. Mindig felmérjük a fiatalok igényeit, hogy mire vágynak, hogy mindenképpen azt tudjuk nyújtani nekik, amik nekik szükségük van, nem csak azt, amit mi szeretnénk látni, hanem amit tényleg őket is szórakoztatja. Ezzel kezdtük, mert megkérdeztünk fiatalokat, tavalyi báról érkezőket, hogy ők mit szeretnének látni az idei bálon, mi lehetne jó, mi lehetne több.
és ezekre igyekeztünk reagálni. Próbáltuk válogatni a zenéket, az ételeket, a dekorációt, ez mindenkinek megfeleljen. Például sokan mondták tavaly a színkódos dresscode, az nagyon nehéz volt választani nekik ezáltal, mert új ruhákat kellett venniük. Ezért igyekeztünk innen egy olyan klasszikus bárt hozni, ami mindenkinek megfelel ruhában is, stílusban is, és egy elég jó légkört hoztunk létre ezáltal szerintem. Mi a legjobb az ifjúsági bálba szerinted egy fiatal számára? Ez egy olyan rendezvény, ami fiataloknak szól, fiataloktól, és mégis kulturáltan. És ez egy olyan esemény, ami szerintem páratlan az országban. A jó hangulatról kecskeméti előadók és csapatok gondoskodtak. A vacsora közben a 2018-as Virtuózok című tehetségkutató első helyezett harsonása Beke Márk indította el a zenés programot. Játékát követően a nyitótánc, majd a Living Room, a Barizon és a Tom White and the Mad Circus fellépései következtek. Őket a híres város egyik legnépszerűbb lemezlovasa, DJ Afus követte a színpadon, aki egészen hajnalig gondoskodott a remek hangulatról. Bács-Kiskun megye és Kecskemét volt a díszvendége a 2019-es utazás kiállításnak. A résztvevők közös 192 négyzetméteres megyei standon egységes arculattal, minden eddiginél gazdagabb kínálattal és programokkal képviselték a megyét a turizmus legrangosabb hazai eseményén. 25 település és 6 szervezet mutatta be és népszerűsíti értékeinket. És itt van velem a stúdióban Szabó György, Róbert Jakabszállás polgármestere. Üdvözlöm, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ugye, ha a Jakabszállás történetét nézzük az utazás kiállításon, akkor már egy rutinos szereplőnek számít, hiszen nem először vannak ott a kiállításon, az mondjuk idén önállóan, mint önálló település vettek részt ezen a megmérettetésen, de talán nem is ez a lényeg, inkább az a lényeg, hogy ott voltak egy hatalmas nagy, már-már show elemeket felvonultató fesztivál jellegű rendezvényen, és hogyan tudták megmutatni ezt a kis alföldi települést, Jakabszállást? Azt gondolom, hogy sok más településsel együtt azt szeretnénk, hogy mi is egy élhető településekkel vagyunk körbevéve, a nagyvárosok. Így Jakabszállás is amellett, hogy a város közelségét észleljük, amellett megmaradhat abba a millióbe, ami egy tanyasi, egy kicsit pusztai, egy kicsit hangulatos, élhető vidéket adhat át bárkinek, aki vagy oda jön hozzánk nyaralni, pihenni, vagy velünk él együtt nap, mint nap. Azt mondjuk már el a nézőknek, ugye egy ilyen kiállítás, ez tényleg ott vannak a legnagyobb országok, ugye ön is említette nekem, hogy Kína egy hatalmas, monumentális standal volt jelen, és akkor valahol ott van a rendszerben egy kis alföldi település, Jakabszállás. Hömpölyögnek előtte az emberek, a különböző távol-keletről érkezett turisták, szakemberek, egyszerű kilátogatók. Hogyan tudják, mi volt önöknek az egyszerű kis kulcs, amivel megállították az embereket? Valamilyen íz, vagy egy hangulat, egy kép? Azt gondolom, hogy a Magyar Kert egy nagyon jó hívó szó. Egy aktív pihenőparkként minden korosztálynak ad lehetőséget arra, hogy pihenjen, élvezze a természetet, mondhatom azt, hogy élmény a természet közelében és közelségében. Ezen kívül, akik ismernek minket, és már megfordultak nálunk, a Jakabszállási pacalnak nincs párja. Tehát nem csak mint élményekkel, de kulináris élvezetekkel is várjuk hozzánk betérő embereket. Ezen kívül egy nagyon jól felszerelt sportrepülő terünk is van. Hát ez nem önkormányzati tulajdonban, hanem ugye magántulajdonban, amely mellett egy fejlődő szálloda komplexum is megtalálható. Azok, akik pedig az olcsóbb szállásokat igénylik, ahhoz ott van a közösségi házunk, az már ugye önkormányzati tulajdonban van, tényleg a természet közepén, a csöndben, a nyugalomban. És vannak, akik szeretnének betekintést nyújtani, vagy tekinteni a mindennapokba, azoknak ajánljuk a Gedeon tanyát, ahol tényleg megtalálható minden olyan falusi udvar, és azzal minden állatával, ami esetleg vonzó lehet. Ugye most is egy Bács-Kiskun logós nyakkendőbe érkezett, és ugye Bács-Kiskun megyét 25 településsel képviselték ezen a kiállításon. Milyen közös értékek voltak, amelyeket így Bács-Kiskun megyeiként fel tudtak vonultatni? A vendégszeretet.
És valóban az, hogy Bás-Iskun a boldogságindex alapján ugye az első helyet viszi, hogy itt boldogok az emberek. És mi magunk is azt sugalltuk, hogy egy célért összefogva boldogan teszünk Bás-Iskun megyéért, és legyen közös jövőnk, ne csak Jakabszállás, hanem legyen Bás-Iskun megye is, és minél többen jöjjenek el ide, hiszen ha sikerül jó programokat és csoportoknak szóló tematikus heteket összeállítanunk egymás segítségével, Bás-Iskunban 3 hetet úgy el lehet tölteni, hogy ki se kell menni a határokon, és élvezettel át tudják nézni a településeinket. Jól lakva, jó borokat fogyasztva, és ugye jókat pihenve a különböző wellness vagy a különböző fürdőszolgáltatásoknál. Amikor ezeket a programokat szervezik, akkor mennyire lehet összefogni a, most beszéljünk Jakabszállásról, egy kis falu közösségét, és bocsánat, hogy falunak mondom, ez egy nagyon bájos kis alföldi falu, mennyire lehet a lakókat egybeolvasztani és a közös cél érdekében egy irányba állítani? Ehhez az kell, hogy befogadók legyünk mi is, és azok is, akik nálunk laknak. Hiszen a rendezvényeket nem a turistáknak csináljuk, hanem a saját településünk lakóinak. Őértük dolgozunk szívvel, lélekkel, de természetesen a vendégeket is nagy szeretettel látjuk, hiszen nincs különbség azon, hogy most helyi emberről van szó, aki részt vesz a település rendezvényein, vagy más. Szóval a rendezvények által lehet legjobban bevonni a közösségbe azokat az embereket, akik nem régen költöztek hozzánk. És olyan érdekes, hogy nálunk soha nem volt az a szó, hogy gyütment. Aki hozzánk költözik, az Jakabszállási. Lehet, hogy csak 2 hete, de az Jakabszállási. Szerintem a gyütment pozíciónak is van valamilyen romantikája egy faluban, tehát valaki büszkén vállalja, hogy gyütment a faluban. Amikor egy ilyen rendezvényre kimegy egy ekkora település, akkor óhatatlanul, és nem óhatatlanul, hanem szándékosan van is egy olyan célja, hogy a saját lakóinak is üzenjen, és a saját kis makrokörnyezetének is üzenjen, azzal, hogy ez egy olyan település, ahol jó élni, ahol amelynek jó, erős a település megtartó, vagy a lakosság megtartó képessége. Így van ez Jakabszállás esetében is? Igen, nagyon jó helyen vagyunk. Jakabszállás földrajzilag az ország közepén helyezkedik el. Az M5-ös autópályától 10-11 kilométerre 10 perc alatt elérhető. Ezáltal egy olyan pozíciónk van, amit kár lenne nem kihasználni. És ezt igenis marketinggel, a különböző rendezvényeken való részvétellel hirdetnünk kell. Tavaly sikeresen eladtunk 70 telket. Ebből már egybe be is költöztek, mint családi házba. Úgy gondolom, hogy ha ezt a tendenciát tovább tudjuk folytatni, akkor egy nagyváros árnyékából ki tudunk törni, és azt mondhatjuk, hogy nekünk ez az identitásunk, és ez a mi pozíciónk, akár a vendéglátás, legyen szó az idegenforgalomról, vagy legyen szó étkezésről, vagy pedig olyan rendezvényekkel, ami magukénak éreznek az emberek, és nem azért, mert kell, hanem azért, mert ők is szeretnének benne részt venni. Milyen az együttműködés a szomszédos falvakkal? Fülöp, Jakab, Bócsa, Orgovány, azért ott egy rakáson van sok-sok értékes kis település. Igen, annyit engedjen meg, hogy minden településnek megvan a saját maga értéke. Nem lehet úgy összehasonlítani, mint 2 almát. Minden településnek megvan a maga adottsága, de ugye most már 5. éve a Falvak Éjszakája rendezvény sorozat esetében Fülöp Jakabbal és Kunszállással közösen rukkolunk ki egy 2-2,5 napos monstre rendezvényen, aminek bizony már előtte egy jó 3/4 évvel elkezdjük szervezni a programjait, hogy az minél változatosabb legyen és minél jobb. És most már ezt megszokták az emberek, várják is minden évben a Falvak Éjszakája programot. Más településekkel ugye említette Bócsát, vagy említette Orgoványt, ővelük pedig általában gazdasági téren tudunk együttműködni. Említett 2 nagyon fontos potenciált, ami a település életében jelentős, ugye a Magyar Kert és a repülőtér. Én azért ide sorolnám
ma inkább egy ilyen kis szomorú tényező a Bugaci kisvasutat, ami mellett az utazó, az autós bevezet gyakorlatilag, bemegy jakabszállásra, és azt látja, hogy ma akácfák, és hát nagyon rossz állapotban van ez a kisvasút. Polgármesterként mondjon nekünk valami biztatót. Fognak a mi gyermekeink vagy unokáink utazni még ezen a vasúton? Nagyon szeretnénk. Ezen dolgozunk több polgármesterrel együtt, így jakabszállás tavaly egy kisvasút konferenciát hívott össze, pont amiatt, hogy turisztikai céllal újraindulhasson a kisvasút egy normálisabb fejlesztés által, akár ugye a vasútállomások újra megnyitásával, vagy a pályaszerkezet vadonatúj tételével és egy gyorsabban mozgó vasúttal vonzóvá tehetjük. Mi 2 év óta azon dolgozunk, hogy a mi szakaszunkon ne legyenek kinőtt fák, és a falvak éjszakája alatt folyamatos hajtányozással próbáljuk szinten tartani, és az emberekbe a bizakodást lángját égve hagyni, hogy újra fog indulni. Természetesen nem mint napi szinten munkásjárat vagy bevásárló turizmus, hiszen a buszok ezt a funkciót már réges-régen átvették, de turisztikai céllal, mint sok más helyen az országban, ez működhet. És hát reméljük, hogy működni is fog, mert tényleg ennek leginkább turisztikai attrakció lehetősége van. De hát akik most nem vonattal vagy autóval érkeznek a faluba, azok érkezhetnek repülővel is, hiszen nagyon komoly reptere van a jakabszállásnak. Nem hiszem, hogy sok település van még Magyarországon, amely ilyen reptérrel, és nem beszélve arról, hogy gyártóbázissal is büszkélkedhet. És tényleg ismételtem, mint polgármestert kérdezem, egy ilyen adottsága a településnek jelenthet nemzetközi kikacsintást? Tehát érkeznek esetleg nemzetközi érdeklődők, befektetők a faluba ezen pozíció kapcsán? Úgy gondolom, igen. Bár minden egy hosszú távú befektetésnek a része. Az, hogy ilyen szerencsénk van, hogy egy repülőgép összeszerelő üzem költözött hozzánk, és ők bizony egy felső kategóriás repülőgépet gyártanak már jelenleg is, ezáltal bizony meg fognak jelenni, már most is, de legfőképpen egy pár éven belül azok a befektetők, és itt nem elsősorban magyar befektetőkre kell gondolni, hanem bizony az arab országokból, vagy Amerikából azok a tehetősebb személyek, vagy azok a cégek, akik egy jó minőségű sportrepülőgépbe be tudnak fektetni, és tudják élvezni. Már elkészült az első prototípus, amely több nemzetközi megmérettetésen részt vett, túl van. Tavaly Csehországban egy harmadik helyet el tudtak hozni, és bízom benne, hogy azzal az innovációval, amivel ők rendelkeznek, hosszú távon sikeres lesz a cég. Az idén például jakabszállás első 10 legnagyobb iparűzési adó befizetőjévé válhattak, és ezáltal azt gondolom, hogy mutatja a tendenciát, hogy jó irányba haladunk. Mi szeretnénk azt a fejekbe elültetni, hogy jakabszállás egy jó hely. Érdemes oda költözni, érdemes ott lakni, és érdemes ott élni. Igen, hát a turizmus kiállítástól indultunk, úgyhogy talán térjünk is vissza arra. Az üzenet az az, hogy a kapszállás és pacal. Ha más nem, akkor már pacalozni menjen neki. Polgármester úr, köszönöm szépen a lehetőséget, és további jó munkát kívánok önöknek. Én köszönöm. Folytatjuk a kiemelőt. Még a túravezetőket is meglepte a hatalmas érdeklődés az idegenvezetők világnapja alkalmából szervezett kecskeméti séta iránt. Több mint 240-en fedezték fel a híres várost. 5 idegenvezető kalauzolta a csoportokat a körülbelül másfél órás sétákon vasárnap. Több százan indultak túrára Kecskemét főterének nevezett községei közt vasárnap délelőtt. Engedjék meg, hogy akkor ezzel a gyönyörű szép épülettel kezdjem a mondókámat. Kószó Ferenc idegenvezető, aki évről évre aktívan vesz részt az idegenvezetők világnapján induló ingyenes városnéző túrák megszervezésében, boldogan mutatta be a híres város nevezetességeit. Az idei túráknak egy különleges apropója is akadt. A Budapesten zajló turisztikai kiállításon Kecskemét és Bács-Kiskun megye a díszvendég, és arra gondoltunk, hogy akik nem jutnak el Budapestre, azok jöjjenek el Kecskemétre, és nézzék meg ezt a gyönyörű szép várost.
Ugye az idegenvezetők világnapján vagyunk, milyen a sorsa az idegenvezetőknek itt Kecskeméten, mennyire van könnyű dolguk? Én azt gondolom, hogy nagyon könnyű dolgunk van, mert van egy csodálatos városunk, a híres város, tele gyönyörű szép látnivalóval, értékekkel, amit nagyon szívesen mutatunk meg az ide látogató vendégeknek. Milyen értékeket tudnánk felsorolni? Hát a főtér csodálatos, több száz éves látnivalóit, a városházától kezdve egészen a tudomány és művészetek házaig, rengeteg gyönyörű épület és egy rendezett főtér várja az ide látogatókat, amire nagyon-nagyon büszkék lehetünk. Manapság az emberek már nem annyira türelmesek, mint régen. Nem tudom, mennyire igaz az állítás, de hogyan lehet érdekessé, színessé tenni az előadást egy idegenvezető, hogyan tudja fönntartani folyamatosan az érdeklődést? Hát én azt gondolom, hogy nem csak én, hanem a kollégáim is igyekeznek személyre szabottan végezni a munkájukat, felkészülnek, alaposan felkészülnek a városból, a történetéből, a látnivalók történetéből. És hát a személyes kontaktus, ugye a 21. században a technika világában akár telefon segítségével, akár más kütyű segítségével is meg lehet most már ismerni a városokat, de azt gondolom, hogy a személyes kontaktust, az emberi kontaktus nem helyettesíti semmi sem. A városnéző sétán sok kecskeméti vett részt. Én itt születtem, a szüleim is, mindenki itt volt, őslakosok vagyunk, és én ismerem úgy nagyjából a város, de úgy szerettem volna többet tudni róla. És gondoltam, hogy egy idegen vezető az biztos többet tud, mint én. A fiatalabbak is szívesen indultak el a főtéri sétára. Én diákfejjel járkáltam itt, attól függetlenül, hogy kecskeméti vagyok, ugye most már csak átszaladunk a főtéren jellemzően. Diákfejjel járkáltam főként erre, és így egy kicsit frissítésként gondoltam, meg gondoltam, hogy új információnak is jó a kisebbeknek. Kecskeméten mindig is nagy hangsúlyt helyeztek a nevezetességek történelmének kutatására. A híres város egyik fő turisztikai értékét jelenti a szecesszió és a kulturális sokszínűség. Vasárnap a legfrissebb kutatásokon alapuló történelmi vonatkozásokról és tényekről is hallhattak a városnéző túra résztvevői. A kis állatoké, az állatoké szerep a következő 10 percben, a Kedvenc magazinon következik. Üdvözlöm Önöket! Ismét jelentkezik a Kecskeméti TV kisállat magazinja, a Kedvenc. Kutyás sportokkal ismerkedhettek meg a Magyar Ilona Általános Iskola első osztályos tanulói. A Kutyával egy mosolyért alapítvány és az Északi Szánhúzó Kutyások Sportklubja tartott rendhagyó órát két kutyus közreműködésével. Hangot? A gyerekek lelkesen fogadták Jöreket és Angelt, a két huskyt. Nemrég rendhagyó órán vettek részt a Magyar Ilona Általános Iskola első osztályos diákjai, ahol a kutyás sportoké volt a főszerep. Az iskolában rendszeresen járnak terápiás kutyusok, a mostani azonban különleges alkalom volt, ugyanis a gyerekek ki is próbálhatták például a kutyás futást. Hozzánk két terápiás kutya jár, Füge, Borsos Andrával, és Bobi jár. Bobi Farkas Andrával, ők rendszeresen részt vesznek heti egy-egy alkalommal az órákon, minden alsós osztályban tartanak kutyás órát, matematikát, magyart, környezetet, kinek mire van igénye. És gondolom, akkor még szeretnék ezt továbbra is folytatni. Hát ez egyértelmű, akkor a sikere van a dolognak, hogy szeretnénk folytatni, sőt, hát követőkre is találtunk, mert egyre több iskola kapcsolódik be a programba. A különlegesség az, hogy mi tényleg minden alsós osztályban tartjuk a kutyás órákat, sőt, többen még a sakkal is összekapcsolják, például Anitáék, ahol most jelenleg a kutyás óra zajlik. Kivételesen nem Füge, a kis Yorki jött a Magyar Ilona diákjaihoz, hanem sokkal nagyobb társai. A téli időszakban szerettek volna a szervezők az évszakhoz és a hideg időhöz szorosabban kapcsolódó kutyákat és sportokat bemutatni a kicsiknek. Vendég kutyusokat hívtunk meg, terápiás kutyus a Jorek, Husky, és mivel én Fügével járok, egy mini Yorkival, gondoltam, hogy megmutatjuk az elsősöknek, hogy más kutya is létezik, mint terápiás kutya.
Nagyon megörültek, mikor megemlítettem nekik. Próbálunk egyre színesebb dolgokat mutatni a gyerekeknek a terápiás kutyákon belül. Az előző osztállyal, mert ők most elsősök, és ezekkel az osztályfőnökökkel már 4 osztályt végig kísértünk, és rengeteg programot próbáltunk szervezni, kutyás programot. Többek közt voltunk állatorvosnál, fogorvoshoz elkísérte a gyerekeket a kutyus. Voltunk színházlátogatáson, kulisszajáráson, mindenféle, nem is tudom most felsorolni, nagyon sok helyen. A mostani rendhagyó órán először az osztályteremben ismerkedtek meg a gyerekek a kutyás sportokkal. Később az udvaron pedig ki is próbálhatták a kutyásfutást, és bár a hó sajnos már elolvadt, azért a szánra is felülhettek a tanulók. Kis Tóth Zoltánné bemutatta az elsősöknek a Kenny Cross-t, azaz a kutyás terepfutást, a kutyás kerékpározást, a dog scooterezést és a kutyaszánhajtást is. A szán elé 2, 4, 6, 8, tehát mindig kettesével nő a létszám. 16 kutyánál szoktak megállni a befogásnál, mert az már egy nagyon hosszú csapat. A szán elé általában a 2 legerősebb kutyát kötik, a legelőre oda meg a 2 vezérkutyát, hiszen ők irányítják a csapatot, akik közben vannak, azok meg a motorja a dolognak. A kutyák közül Angie a falka vezér, ő az ész a csapatban. Jorek pedig azért különleges, mert ő nem csak a sportok területén nyújt kiváló teljesítményt, hanem a terápiás kutyavizsgát is letette. A huskyk nagyon energikus kutyusok, ezért különösen alkalmasok a sportokra. Mint megtudtuk, rengeteg felkészülést és törődést igényelnek ezek az állatok. A kutyusokat kiskorukba kezdjük el hozzászoktatni ehhez a kutyás sporthoz. Kezdjük ott, hogy megtanulják pórázon sétáltatás közben az irányokat. Megtanulják azt, hogy ha elmegyünk kerítés mellett, akkor nem acsarkodunk a többi kutyával, hiszen ez a pályán ez nem megengedett. A pályán tudni kell nekik úgy előzni a lassabban haladóakat, hogy nem mennek neki az ő kutyájának, tehát nem okoznak balesetet, mert ez ugye kizáró ok tényező. Már fiatalon kivisszük őket edzésekre, hogy átérezzék, hogy mi az, hogy hú, lehet menni, és az adrenalin. Majd, mikor már elérik, már majdnem 1 évesek, akkor picikét megyünk velük, de úgy, hogy ne húzzanak. Tehát ők még akkor nem húzhatnak, hiszen még nincsenek kifejlődve. Majd aztán 1 éves kor után egy tapasztalt kutya mellé befogjuk őket, és akkor el lehet kezdeni a kutyás futással. És akkor szépen a futásból át lehet térni a többi eszközre, amit használni szeretne az illető. Angie és Jorek már profik a sportokban, és a gyerekek szívébe is belopták magukat. A kutyával egy mosolyért alapítvány 4 lábúj és kutyás felvezetői már évek óta tartanak foglalkozásokat a Magyar Ilona tanulóinak. Az első osztály, akihez jött a kutyával már egy mosolyért alapítvány, már 7-es, úgyhogy ez a kapcsolat már 7 éve zajlik az alapítvány és az iskola között. Nagyon szeretik a gyerekek ezt a kutyás órát, és olyan kutyás felvezetőkkel ismerkedhettünk meg, akik tényleg pedagógusként szerepelnek a gyerekek között, és nagyon érdekes programokat biztosítanak számunkra, azon kívül, hogy matematika órán, magyar órán részt vesznek. Az úgynevezett állatasszisztált pedagógia lényege, hogy a kutyát motivációs társként használják. A tanítási órákon a terápiás állat segítségével jutalmazzák a helyes válaszokat. Valamint a gyerekek azt is megtanulják, hogyan kell bánni a kutyussal. Én azt vettem észre, hogy ha a kutyával vannak, kicsit fegyelmezettebbek, nem is kicsit van, úgyhogy jóval fegyelmezettebbek, és én úgy gondolom, hogy a kutyán keresztül megtanulnak egy kicsit felelősségvállalást is, mert mikor kimentünk az iskolán kívüli programokra, akkor is vigyáztak a kutyára, kísérték a kutyát, tehát odafigyelnek, sokkal jobban lekötik vele magukat. A kutyás órának nagyon sok pozitív oldala van, de az összes közül talán az a legfontosabb, hogy a gyerekek rettentően élvezik a vidám hangulatú foglalkozásokat.
Rendhagyó kezdeményezéshez csatlakozott a Kecskeméti Argosz Állatvédelmi Egyesület. Az akció lényege, hogy a Valentin napra szánt lufik és virágok árát jótékony célra ajánlják fel a szerelmesek. Az ajándékra szánt összegből ugyanis az állatmentők munkáját tudják támogatni. Helios és Baltó, a két csehfarkas kutya boldogan szaladgál az Argosz Állatvédelmi Egyesület udvarán. Az ő ellátásuk jelenleg biztosított, de számos olyan kutya van, amiken még szeretne segíteni az egyesület. Ezért csatlakoztak a Ments meg egy kutyát a Valentin napi virágárából jótékonysági akcióhoz. 2019-ben a szerelmes párokat arra kérik, hogy lufik és vágott virágok helyett az állatvédelmi szervezetek munkájára fordítsanak. A felajánlásokat február 14-ig várják Valentin megjegyzéssel. A közösségi oldalunkon kint vannak az elérhetőségeink. Ha utalásként beírják azt, hogy Valentin, akkor tudni fogjuk, hogy ki volt az utalófél, és mi úgy köszönjük meg ezt a kedves gesztust, hogy egy-egy kutyánkat lefotózzuk, és akár a mi üzenőfalunkon is tudnak üzenni a párjuknak. Az önzetlenség jegyében így tehetnek valami jót a párok, miközben kapnak is valamit. A hölgyek bizonyosan meghatódnak majd, ha megtudják, hogy az ajándék csokoládé árából egy hétig jól lakhat egy kis kutya. Nyilván kell a virág meg a figyelmesség, főleg a hölgyeknek, meg az ajándék, de mi úgy gondoljuk, hogy ha ez mellett esetleg tudnak támogatni egy nemes ügyet, egy nemes cél érdekében, akkor mi úgy gondoljuk, hogy ez lelkiekben is teljesen jó eset a partnernek. A felajánlásoknak mindig örül az egyesület, mert jelenleg is azon dolgoznak, hogy minél több kutyának és macskának tudjanak segíteni. Nagyon sokrétű most a feladatkörünk, ugye van egy idegrens helyünk, amit most szépítgetünk, azt teljesen körbe kell még kerítenünk, kenneleket kell vásárolnunk, orvosi költségeink vannak, ugye igazából a kutyák ellátására tudjuk ezt az összegeket fordítani majd. Szerencsére állandó támogatókkal is rendelkeznek, és rendszeresen tartanak örökbefogadó akciókat. Vannak folyamatos támogatóink, akik támogatói partnerünk, ugye az ő segítségükkel tudunk napról napra boldogulni. Ezekből kellene még több sajnos, mert egyre nagyobbak a kiadásaink. Voltak fekete péntekjeink nekünk is, amikor a fekete kutyáinkat próbáltuk örökbeadni. Ezeket az akciókat mi is mindig ki szoktuk használni. Szabó Attila, az Argosz Állatvédelmi Egyesület elnöke elmondta, a támogatások mellett természetesen lehetőség van az örökbefogadásra is, ha valaki úgy érzi, inkább maga gondoskodna egy kutyáról vagy cicáról. Ráadásul az újdonsült gazdiknak élethosszig tartó kutyaiskolai kiképzést is felajánlottak. Ennyi volt mára a kedvenc, köszönjük a figyelmet! 2 hét múlva ismét jelentkezünk, tartsanak velünk akkor is! Viszontlátásra! A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják, egy percben következik az Esti Gyors. A kommunizmus áldozataira emlékeztek Kecskeméten ma délután a kommunizmus áldozatai emlékműnél. Az eseményen beszédet mondott dr. Latorcai Csaba közigazgatási államtitkár, de megjelentek az önkormányzati képviselők és a pártok helyi képviselői is. Parókiává emelte Kocsis Fülöp érsek metropolita a kecskeméti görög katolikus szervezőlelkészséget, Fecák László atyát pedig parókussá nevezte ki. A vasárnapi beiktatási ceremónián a kecskeméti testvéregyházak vezetői is megáldották az új parókust. Gyilkosság történt Kecskeméten vasárnap éjszaka, Ivó cimboráját verhette agyon egy Mária városi lakos. A rendőrök az elkövetőt elfogták, aki beismerő vallomást tett. Borzalmas baleset történt Kunszállás tanyasi külterületén szombaton. Rádőlt egy tanyaépület fala és leszakadt a födém 2 emberre. Egyikük a kórházban életét vesztette. Batmannel, törpapával, de még a Mikulással is találkozhattak a járókelők vasárnap a Trizoli Jóti Futi Egyesület jótékonysági farsangi jelmezes futásán. A befolyt összegből egy speciális mozgássérülteknek kialakított járművet vásárolnának. A hírórát látták, holnap is várjuk Önöket este 7-től 8 óráig. Kezdésben a híradóban elmondjuk a legfontosabb történéseket, azt követően pedig itt a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk.
Számítunk tehát holnap is a figyelmükre, most további szép estét, jó tévézést kívánok, viszontlátásra!